Az ombori önkormányzat januárban írt ki nyilvános pályázatot azoknak a nőknek a számára, akik egy adott földterületen 10 évig levendulát termesztenének. A női vállalkozások faluhelyen projekt részeként a napokban Nagy Zoltán bajai termelő szakmai előadásokat tart Nemesmiliticsen, Doroszlón, Monostorszegen, Kerényen, Zomborban és Őrszálláson. Erre a levendula termesztési programra azért jelentkeztem, mert az utóbbi időben a konyhakertészetünk, tehát öntözés nélkül nem nagyon eredményes, és akkor gondoltuk, hogy egy körülbelül ez egy négyzetméteres konyhakertünket most felváltsuk, és levendulát termesztünk benne, és akkor meglássuk, hogy ez hogy megy. Mivel azt ígérték, hogy levendulát öntözni se kell, bírja a szárazságot, akkor kipróbáljuk. A levendulát április elejétől október végéig lehet ültetni, és egy tűről akár 400-500 dugván gyökeresztethetünk. Nagy Zoltán elsősorban azokat a fajtákat ajánlja ültetésre, amelyek jól bírják akár a mínusz 25 fokos hideget is. Amit itt szeretnék majd az embereknek elmondani, hogy az egyik legegyszerűbb növény a levendula. Tehát egyszer el kell ültetni, és ha megfelelően talajban van, megfelelő helyen van, 15-20 évig az növény. A levendula semmiféle vegyszert nem kér, nem igényel, nem kell, hogy bármiféle vegyszerrel megszórjuk, megpermetezzük. Minél szakszerűbben van visszavágva, annál a következő virágzásra, annál több virág található rajta. Gyakorlatilag egy elültetett levendula normális, úgymond termést, virágzást, olyan 2,5-3 éven belül hozza, tehát akkor mutatja meg a teljes szépségét, a teljes nagyságát. Egy hektár levendulából körülbelül 15 liter olajat lehet sajtolni, és mivel 1 liter levendulaolaj piaci ára 200-300 euró, remélhetőleg egyre többen fognak vidékeinken is levendulatermesztéssel foglalkozni.